Sziasztok! Örülök, hogy újra találkozunk. A mai nap olyan helyzetekről fogok nektek mesélni, amikben megoldást kellett találnom, mert különben nagy bajba kerülhettem volna, és szerintem ezekből az ilyen extrém szituációkból, kisebb kalandokból szerintem ti is sokat fogtok tanulni. Mielőtt belekezdenék ebbe a videóba, szeretném elmondani, hogy a videóban elhangzó megoldások és kis hackek, próbálkozások, azok nem megfelelő megoldások, nem így kell vészhelyzeteket, illetve problémás szituációkat menedzselni, hanem úgy, hogyha megfelelően felkészültek vagytok és van nálatok mindenből, amire szükségetek van a diabéteszetek menedzseléséhez, elegendő eszköz. Ez nagyon-nagyon fontos. Köszi. Nem tudom, mondtam-e már, hogy kiskorom óta párbajtőrözöm. Most már csak hobbi szinten, de régen profi szinten csináltam. És előfordultak vészes szituációk a versenyeimen, edzésen is persze, de azokat könnyebben tudtam korrigálni. A versenyeken nagyon gyakran az elején, már gyakran előző este is, de reggel végképp rátör az emberre egy ilyen hatalmas stressz, egy olyan adrenalin szint, mely adrenalin mennyiség szabadul fel ugye a szervezetünkből, ami nagyon megemeli a vércukorszintet. Ezzel nagyon nehéz volt eleinte megbirkózni, és ha feladtuk volna az első pár versenynél, így a családommal, a szüleimmel, akkor biztos nem vált volna belőlem profi párbajtőröző, ugyanis mindig az volt, hogy felkeltem, már reggeli előtt még lehet, hogy jó is volt a cukranál, akkor is általában magasabb, de a reggelire, ha nem ettem szénhidrátot, akkor is elindult a cukrom felfelé. Meg kellett tapasztalnunk, hogy mennyi az az inzulin mennyiség, vagy mit tehetek reggelire, mikor adjuk be, stb. Mennyire emeljük fel esetleg a hosszú hatású inzulinomat, ahhoz, hogy minden rendben menjen, és jó, normális körülmények között tudjak a versenyeken szerepelni. Ezt mindenkinek azt tanácsolom, hogy ne adjátok fel az első próbálkozásnál, hanem próbálkozzatok tovább és tovább és tovább, mert sikerülni fog, be lehet állítani, és nem szabad, hogy a extrém vércukorszintek kezdetben szabályozhatatlansága tulajdonképpen egy határt szabjon annak, hogy ti sportoljatok és szeressétek, amit csináltok. Illetve egy másik, ugyanúgy a párbajtőrvívással kapcsolatos történet, amikor egyszer az egyik versenyen, még nagyon pici voltam, emlékszem, és bejutottam a döntőbe, életemben először, és akkor még úgy volt, hogy a legjobb 8, a selejtezők alapján a legjobb 8 jutott be egy döntő csoportba, és ott körbe vívtunk, mindenki vívott mindenkivel. Na már most ugye rajtunk, mi jól be vagyunk öltözve, van rajtunk vívónadrág, plasztron, mellény, stb. Egy csomó minden. És nem vettem észre, hogy kiszúrta valaki a combomból a tűt, ami benne volt. És akkor jöttünk rá, hogy húha, akkor most mit kellene csinálni? Mert mire ezt azért vettem észre, mert éreztem, hogy magas a cukrom, és nagyon magas volt a cukrom, azt hiszem, 20-as környéki volt, csak a stresszben ugye nem éreztem annyira, hogy most a cukrom miatt vagyok ennyire felpörögve, vagy így azért vagyok szomjas, meg kiszáradva, meg hasonló, vagy azért, mert kiszúrták a combomból a szereléket. Az volt a mázli, hogy volt nálam másik tű, tehát ez már egy fontos üzenet, tulajdonképpen, hogy legyen nálatok is mindig olyan eszköztár, amivel tudjátok az ilyen helyzeteket javítani, pótolni, és szúrtunk egy új tűt, és megmondtam, megpróbáltam leüzletelni ott a versenybizottsággal, hogy mi lenne, ha én nem elszorva vívnám a meccseimet kihagyásokkal, hogy az első meccsem után két meccset más vív, és akkor utána újra én jövök, stb., hanem velem várnak, és a végén viszont egymás után darálom le az összes meccsemet, ami nagyon fárasztó, de tudtam, hogy a cukrommal csak ezt tudom most megcsinálni. És szerencsére a cukrom rendeződött egy 3-4 másik versenyzőnek a meccse alatt, és akkor visszaszálltam a versenybe, és életem első döntőjében harmadik lettem, ami hatalmas nagy élmény volt számomra. A második történetben, ami szerintem az egyik legviccesebb az összes közül, úgy történt, hogy vidékről fel kellett jönnöm egyetemi ügyekben Budapestre csak két napra, tehát jöttem egyik nap reggel, és második nap mentem volna is haza körülbelül délután. Az történt, hogy a pesti lakáskulcsot azt elfelejtettem magammal hozni. És reggel néztem, hogy hát van még annyi inzulinom, hogy ez így estig ki fog tartani, és ez jó lesz, nem lesz semmi gond. De amikor felértem, és mentem volna a lakásba, hogy átöltözök, aztán menjek tovább,
akkor láttam, hogy nincs nálam a pesti lakáskulcs. Ami alapvetően nem olyan nagy probléma, mert van 1000 haverom itt Pesten, tudnék bárkinél aludni, de rájöttem, hogy így nem lesz inzulinom, illetve semmi eszköz, amivel átszívjam, ugye kicseréljem a tűt, stb. Meg voltam lőve teljesen. És ilyenkor nagyon fontos, hogy elkerüljünk ilyen szituációkat, és gondolkodjunk előre, legyen mindig minden nálunk. Igen, ez tök fontos, de hogy így vannak evidens helyzetek, amikor azt gondolja az ember, hogy ez nem fog megtörténni, mint most is. Így voltam vele, hogy ez ennek nem kéne megtörténnie, de mégis. És az jutott eszembe, hogy valahogy csak azt kellene megoldani, hogy a tartályba inzulin jusson, ehhez inzulint kéne szerezni, azt tudok szerezni gyógyszertárban. Ezért az első útam a gyógyszertárba vezetett, mondtam, hogy orvostanhallgató vagyok, esetleg és diabéteszesre lenne szükségem, vissza is tudom hozni, amint bejutok a lakásomba, és tudok hozni egy új ampullát, csak sürgősen szükségem lenne rá, mivel ha nincs, akkor az éjszakám elég durva és húzós lesz. És annyira jó fejek voltak, hogy elkérték az adataimat, a személyigazolványomat, és azt mondták, hogy itt egy ampulla, és akkor holnap hozzám vissza. Látták a diákigazolványomon egyébként, hogy tényleg a Sotira járok. Most szerintem nem ez volt egyébként a döntő indok, de megengedték, odaadták az inzulint. Mondom, jó, akkor már fél úton vagyunk, már csak azt kell megoldani, hogy az eszközben, amit használok, az abban lévő tartályba valahogy belejuttassam az inzulint. Hát így gondolkodtam, hogy ezt annyira nem lesz egyszerű, mert nem tudom összekötni nagyon a kettőt. És akkor jutott eszembe, hogy egy fecskendő és egy tű segítségével át tudom szívni a ampullából az inzulint, és be tudom juttatni az én abba a tartályba, ami nekem bele kellett rakni. És akkor jött egy mentőautó az ülői úton, mert erre fele lakom, és eszembe jutott, hogy a mentősöknek biztosan fecskendő meg tű, nem szirénáztak semmi. Egy kicsit kiléptem az útra, integettem nekik, hogy álljanak meg, kérem. Nagyon jó fejek voltak, megálltak, és szóltam nekik, hogy esetleg nincsen náluk fecskendő, meg tű, mert cukorbeteg vagyok, van inzulinom, de nem tudom belejuttatni az inzulinlegoló eszközömbe. És mondták, hogy jó, nyugi, tessék, itt egy csomó fecsi, itt egy csomó tű, és vigyed nyugodtan. Tök azt hitték egyébként, hogy drogos vagyok, de itt ebben a szituációban teljesen mindegy volt, akárhogy akadékoskodtam, hogy cukorbeteg vagyok, azt mondták, hogy mindegy. Vigyelt. Mondom, oké. Okay. És aztán végül így át tudtam szívni az inzulint a fecsibe, abból bele a tartályomba, és szerencsére át tudtam vészelni az éjszakát, úgyhogy haveromnál aludtam, és nem volt se átszívom, se. Aztán másnap tesóm is jött fel Pestre, be tudtunk menni a lakásba, felfedtem egy ampullát, és vittem a gyógyszertárba, és visszaadták a személyigazolványomat. Ja, illetve akkor ott elkértek tőlem pénzt is, bocsánat. Kértek tőlem pénzt az inzulinért, és azt is visszaadták ugyanúgy a végén, szóval nagy pacsinékik is, nagyon királyak. Remélem nem botránkoztatnak meg túlságosan a történetek, és tetszettek, illetve jó tanulságokat le tudtok vonni belőle, ami a hasznotokra fog válni a jövőben. Hamarosan érkezem vissza. Sziasztok!